Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 1-én. A mai napon a nap és a hold egy kvinkunx aspektusban áll. Ilyenkor azt szoktuk mondani, nem lehet tudni, hogy mi következik. Ezért mi ma nagyon bizonytalanok leszünk. Viszont van egy jó hír, Nunki csillag hat a mai napra. Ezt a csillagot az ősi Mezopotámiában, mint egy szent helyet értékelték. Mi nem az ősi Babilóniában élünk, akkor mit közöl velünk ez a Nunki csillag? Kell egy hely, ami számunkra erőt ad. És az, amit mi most keresünk, de meg kell, hogy találjuk. Ez a keresés egy új irány, valamilyen lehetőség, vagy tényleg egy hely, ahol úgy gondoltunk, igen, ide tartozunk. Ezt mi hölgyek éljük át most. Miért? Mert Vénusz bolygó összeköttetésben áll az Orion csillagképpel, és az Orion nem más, mint egy égi vadász a kutyáival. Orion vadászik, keres valamit. Ránk úgy hat, mi keresünk most egy kiutat. A Vénusz bolygó hatása alatt bennünket, hölgyeket érint. Az Orion kutyája mutatja az irányt, mégpedig az északi sarki csillagot a kismedvében. Igen, ebben a csillagkében található az északi sarki csillag. Tehát van egy irány, és ez az égi üzenet. Számunkra is kell egy kiút. A mai napon Mars bolygó és egy visszafele tekintő Jupiter bolygó egy kvadrát aspektusban áll. Ez szorongásokat, nehézségeket mutat, és igazságtalanságokat. Ezt a férfiak élik át. A Mars bolygó, ami erőnket szimbolizálja, és ez kihat ránk, hölgyekre is, akkor ez a kvadrát azt jelenti, hogy erőtlennek érezzük magunkat, fáradtak vagyunk, és nem tudjuk, hogy melyik irányba mozogjanak az események. Itt lesznek korlátozások. Merkur bolygó és egy visszafele tekintő Plutó bolygó egy opozíciónban áll. Ezek szemben állnak egymással. Merkur bolygónál gyakran kommunikációról van szó. Plutó bolygónál valamit le kell zárni. Ez az opozíción azt közli velünk, ha mi befejeztünk valamit, vagy lezártunk valamit, akkor kezdhetünk valami újat, és előre mennek az események, viszont kell a belső egyensúly. Amennyiben kommunikációról van szó, mindkettő fontos, a beszédek és az odahallgatás is. Ez egyensúlyban kell, hogy legyen. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 1-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!